Fülöp Mónika, a Tolnai Német Önkormányzat elnöke érkezik Laszlovszky Imre házába. Az utóbbi időben rendszeresen tartották a kapcsolatot, hiszen közös munkájuk is akadt. Mint ahogy néhány héttel ezelőtt bemutattuk önöknek, az idős helytörténész könyvet írt azokról a mözsiekről, akiket kitelepítettek otthonukból. Egyszer az ember szegényre arra gondolt, hogy ugye, hát már 3-400 éve, ugye, hát már 1700-as évektől, hogy itt laknak, és akkor hát egy batyúval elküldik őket, amit az ember 20-35 vagy 10 év, az annyi idő, amennyi idő alatt éppen megszerezte, azt most mindig tőlene hagyni. Hát ha vagy akárki belegondol ebbe, az még írja ezt a könyvet, meg más hasonló jellegű valamiket, akkor azért elgondolkodik rajta. Imre bácsi szerette volna, ha a munkáját azok a leszármazottak is elolvashatják, akik csak hírből hallottak az eseményekről. Ekkor jött a Német Önkormányzat segítsége. Tolnaváros Német Nemzetiségi Önkormányzatának egyik fő feladata az, hogy a meglévő hagyományokat ápoljuk. Ebbe beletartozik szerintem az is, hogy ha születik egy ilyen könyv, mint a kitelepítettek története, akkor az megérdemli azt, hogy német nyelven is kiadásra kerüljön. És ha ekkora munkát belefektetett Imre bácsi, hogy ez könyvformájába megszülessen, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat nemrég tavaly ősszel kiadta a magyar nyelvű kiadást újból, tehát megélte már a második kiadását is, ezért még az előző önkormányzat határozatba foglalta, hogy ez szülessen meg német nyelven is. Szeretnénk a német nyelvű kiadást mindenképpen könyvformában tehát kiadni, nem csak a hogy ne csak a fordítása legyen meg. Ezt még az idén szeretnénk kiadni nyomdai úton, és nyilván tehát a terjesztését is mi fogjuk vállalni. A német önkormányzat számára is megnehezítette a mindennapokat a vírus veszély. Nem állt meg az önkormányzatban az élet. Az igaz, hogy sajnos egy rendezvényünket le kellett már mondanunk. Áprilisban lett volna a Frühlingsmusik, ami egy térzenei koncertet jelentett volna. Ezt sajnos el kellett halasztanunk. Ami még várat magára, hogy döntés szülessen, az a júniusi Keltkalács fesztiválunk. Sajnos ott még nem született döntés, kicsit kivárunk még vele, hogy lehet-e vagy sem ilyen rendezvényt megszervezni. Ha nem jön létre, akkor augusztusra szeretnénk, augusztusban gondolkodunk, hogy esetleg akkor megtartjuk. A háttérben a jövőre vonatkozó terveinken dolgozunk, gondolkodunk. Az önkormányzat kötött egy együttműködési megállapodást a Tolnai Háló Alapítvánnyal. Itt a hátrányos helyzetű tanulóknak korrepetálást tudunk biztosítani a kollega vagy a képviselőtársakkal. Tehát így hetente háromszor tudunk nekik órát adni, alsósoknak elsősorban. Az önkormányzat egy további kötet, a Mösstelepülés történetét feldolgozót is lefordítatja majd németre. Imre bácsi már nem kíván részt venni ebben a munkában. Hát, eljárt az idő fölöttem. Meg ugye most már 9 éve egyedül vagyok, mindent csinálni, és a kert meg a növények azok jobban lefoglalnak most már. Ezt már rábízom a fiatalabbakra. Járjanak ők is a levéltárba, aztán gyűjtsenek, amit tudnak, vagy amire gondolnak, vagy amit kívánnak. Az idős helytörténész és kertész büszkén mutatja a kerti üvegházat, ahol már kitelepítette egyedülálló kaktusz gyűjteményét. Ez foglalja le most mindennapi tevékenységének jelentős részét.